Mondasz valamit még? Az adás? Már megy. Ismét itt van Magyarország színe java. Azért, hogy elszórakoztassák a nagy érdemi publikumot. Vazeli, bárbaj, torta, törpe, életveszély. Mert itt mindenki csak azt kapja, amit megérdemel. Megőrülni kész rajt! Kezi csokolom, szép estét kívánunk mindenkinek! Tudják, döntő hét van az Ezek megőrültekben! Ki fog derülni hétvégére, hogy ki Magyarország legőrültebb celebcsapata? Hihetetlen küzdelem, óriási tömeg, óriási hangulat az arénában, ne felejtsék el, mert el van a celeb, ha... Játszik. A legnagyobb, a döglégy, a tintás testű Gangsta Zoli! A rózsák csipkéje, a bulvár királynője, Gisel Tünde! A legszebb testű mirigy, a mindent legyőző, Varga Mercury győző! Ez a Vörös Csigák csapata! A félig ördög, a félig angyal, a félig friss, fresh, Andi! A Barbie kommandó legfiatalabb tagja, a cukorfalat, Nkuja Szonya! A csapat kapitánya, Miskolc legszőkébb virága, Ágica! Ez a Narancs Bőregerek csapata! Békebeli időket idéző ruhakölteményben lépnek pályára a Vörös Csigák, megfertőzte őket a vörös szín. Kivéve Kiszel Tündit, aki sapkában és sapka nélkül sem tud felszállni egy egyébként álló bikára. Még tollas nem is volt szegény. Azért az ciki, hogy azért kell bónuszpontot adni, hogy fel tudjon menni az álló bikára. Kedves nézőink, a döntő hetében a porondon a narancsbőr egerek és a vörös csigák gigászi küzdelmét láthatják. A porondmesterek mit sem változtak. Majka és Rákóczi Feri az Ezek megőrültek örök zöld slágereivel készültek mára. A tegnapi napon a férfi agyat lebénító Ne érj a cicihez játékunk mellett a Kiszel Tünde mentő akcióval is megismerkedettek. Az állás 141-139. Szevasztok! A mai és a holnapi nap áll már csak rendelkezésére mindkét csapatnak, hogy eldöntsük ezt a nagy csatát, csak energikusan lehet belekezdeni. Halljuk a Narancs Bőregerek mai csata kiáltását! Pitbull! Marian! Pitbull! Marian! És a vörös henger? Tessék! Mérlegállás, kiszer módra. Először a táncjon, tünci. Most a tánc. Aljasba. Ja, most már a tánc. Ez a tánc. Jó, hát az Oli szemtelen, hogy a hátra mögött. Hát, kit érdekel? Vagy lecsapom mindjárt. Kit érdekel? Kable! Kable, kicsit! Na, megyünk, visszaállít! Tünci levette népünk sapkáját Zoli fejéről, és ez nagyon nem tetszett neki, és ezért kapott egy füles. De igazából ez nem azért volt, mert nem is ezért volt az oka, hanem az volt, hogy olyan vörös legyen Tünci füle, mint a ruhánk. Át szeretnék adni túlsznak ezt az izét. Mi az az izé? Van nevem is. Elfelejtettem. És szeretnék ketten maradni a generállal. Az egyetértés jegyében kezdjük a mai napot, ugyanis következik az a játék, amit mi nagyon szeretünk. Három ajtó. A játékosoknak 3x3 ajtón kell átjutniuk. Ám de az ajtók közül minden sorban csak egy járható. Az ajtók mögött hol apró, hol nagyobb meglepetéseink várakoznak, hogy lassítsák az ajtókon való áthaladást. A játék időre megy, ezért nem árt, ha hőseink szedik a lábukat. A gyorsabb csapat kapja a 10 pontot. Kezdjenek a narancsbőregerek közöttük is! Ágica! Futás! Ágica! Gyerünk! Futás, ugye, szerú!
a szaladás. Ó, jó, az első jó. Jó, vissza, Ágica, gyere el az ajtóig, édesem! Nézd, azt a nyomorosságot! Ször, ne ijedjünk meg az Ágicától! Ágica, ne indulsz el az ajtóig! Kikérem magamnak ezt! Menj az idő, nyomja! Az nem az, vissza kell szaladni! Vissza kell ide szaladni a szörnyet, megkérjük, hogy dolgozzon meg a pénzéért! Hűsset! Úgy érzem, a köztes... Hússál már, ne foglalkozz a szörnyet! Jó, ide! Szöcske úr, üssed már! Gyerünk, Ágica! Szállj ki belőle, egyes! Az nem az? Visszaállt a vizen keresztül oda! Oda az ajtóig a vizen keresztül! Az új szúnyogja, locsatta Rüti őt! Nézzék! Adjatok már neki! Azaj! De gyenge idő! Ez csodálatos volt, mit anyád? Figyelem, hölgyeim és uraim, a Narancsbő regerektől Icus 1 perc 8 másodperc alatt teljesített a távol. Nagyon jó, jól van rá! Pici kacs! Én úgy gondoltam, hogy kicsi a bors, de erős, és majd én neki megyek. Egyszer próbálkoztam, azt hiszem, fejjel is, hogy megmutatom én ennek a nagy állatnak, hogy velem nem fog célcozni, de ez annyira nem sikerült. Gyengék voltunk. Következik a Vörös Csigáktól Varga Győző! Gyere rá! Hajrá, Győző! Elvtár, csak a gyávák futnak, tudod. Nem futunk. Elveszített. Megőrülni kész rajt! Győző! Ez az, brátú! Tényleg nem. Így is kell. Hát a profi így csinálja. Jó, de jó! Nem értem. Jó, de jó! Csak meg. Szeretem. De szeretem! De jó! De szeretem! Aj, de jó volt! Ez király! Bravo! Vittem kalapját a tanárnak! Az jó lesz, brátú! Úgy gondoltuk, egy ütemes meneteléssel áthatolunk bármilyen falon. És esetlegesen azon is, amelyik nem hungarocát. De ez nem sikerült. Figyelem, hölgyeim és uraim! Varga Győző a Vörös Csigáktól 40 másodperc alatt teljesítette a távot! Szerintem jöhetne Jane Fonda! Smash Andy! Szurkolás indul keményen. Megőrülni kész van! Gyerünk, Andika! Hajrá, Andi! Adja neki! Eléggé abban maradt ez a szurkolás. Nem lehet kézzel kiütni az ajtót! Vissza, nem lehet kézzel kiütni az ajtót! Nem azt nálatod a lábad és a kezedet! A derekaddal! Ugor neki! Mit csinálsz, Andi? Nagyon ügyes, meg vagy vigyázz! Ne foglalkozom a munkáját! Üssed, rendesen! Menjél! Nem lehet lábbal az ajtót, Andi! Jó? Álljál, a szem belőttek! Jaj, akkor az idő meg csak megy, és csak megy, és csak megy. Húzsát, 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 sikerült a szimpla könyökömmel olyat belevernem abban a rohadt falba, hogy azt hittem, hogy ripityára tör. Van-e még fogyatékos, meg belelőtt a szemembe? Fogyatékos. Na hát akkor ezt úgy számoljuk, hogy 42 másodperc alatt tette meg Andika a távot, plusz egy 1 perces bünteti idő, tehát 1 perc 42 másodperc alatt sikerült teljesíteni a narancsárga bőregereknek. A Vörös Csigák önmaguk saját és legnagyobb ellenségét fogják most futtatni. Következik Kiszel Tünde. Raketyűr! Az elvtársakkal egyetértünk abban, ugye, hogy a birodalomra a legnagyobb csapás nem a csernobili baleset volt. Az semmi. Nem, az semmi. Ehhez képest egy pisipöty. Megőrülni! Kész! Nyomás! Gyerünk, Tündi, gyerünk, nyomás, 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 nyomás! Ugor neki, ugor neki, ugor neki! Az jó sikerült! Az nem az, az nyilvánvalóan nem az! Az elsőre segít, miért mondta
neki van a szélesen, ugor neki, ne, dúl, ne, ne! Dúl bele! Az sikerülni fog. Az lesz az! Annyira ütöttek, vágtak a szörnyek, hogy én egy kicsit exédültem, és nem találtam a következő ajtót. Kérlek szépen a vörös csigák, Ferikém! 1 perc 33 másodperc alatt teljesítették a távot. Következnek a narancsbőr egerek, az utolsó versenyző jön, szemrevaló Szonya. Boldogok a kukások! Ez az új, új dal. Megörülni készre! Gyerünk, 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 Szonya! Vissza! Az nem sikerült. Ez az meg! Már tudtam, már messziről, hogy a nagy darab 200 cm-es, 2 méteres nagy szörny rózsaszín állat barátommal nem leszek jóba, úgyhogy kapni fogok. Drága Szonya, volt egy pici baki, kétszer mentél neki ugyanannak a rossz ajtónak, de ezt elnézzük neked. Mindent nem tudsz, de legalább jó a hangod. 1 perc, 2 másodperc, hölgyeim és uraim! A Marosbőr utolsó játékosa. Miket fogsz megölni? És akkor, hölgyeim és uraim, a várva vár pillanat. Következik az az ember, aki legutóbb ebben a játékban inkább a szörnyek és a szöcskék meggyalázásával volt elfoglalva, mint azzal, hogy sikeresen teljesítse a feladatot. Következik a Cro-Magnon elvtárs, Gangster Zoli! Rákóczi Ferenc barátommal, mondhatom ezt így? Fáj, de igen. Kitaláltunk egy nagyon-nagyon-nagyon kemény szivatást, méghozzá az, hogy Gangsta Zolit, az utolsó játékost, aki hát valljuk meg őszintén, hogy vehemenciája egyszerűen nem ismer határokat, egy kicsit megszivatjuk. Méghozzá meg fog úgy, verni. Tudjuk nagyon jól, hogy két ajtó elvileg rossz a háromból, viszont mi kicseréltük, hogy mind a három ajtó rossz legyen, egyiken se tudjon átmenni, sőt, van egy spray a kezünkben, amellyel szerintem, hát hogy is mondjam, ilyen biztató feliratokat kéne kreáljunk. Mondjuk I love Tünci. Oké. Gyönyörű. Alig várj. Alá is írom. Megőrülni kész rajt! Gyerünk, Zoltán! Ajjá, Zoli! Bravos! Húzzál bele! Törnye fét! Mondtam! Ez az! Nézd, milyen látod, milyen erős! Pedig nem is ott volt a kartonban! Na, ott a szovjet szövet! Nem! Tessék!
Mondtam, de nem az egyes, az egyes, az egyes. Nézd meg. Mi van a szörnyel? A szörny egy beépített kármilyen ügynök. Szovjet szörny. Ki kell rúgni a szörnyet, ami nem üti. Na, és most jön a levonás. Na, most vigyázz, mert megveri a töcskét. Fél tőlem, mert a muszkor eltett a szörnyet. Vissza az angyal, vissza. Majdnem ment sorba, mindenhára megy. Jó kedve, Zolikám, ahogy az orosz nép. Tévedtünk. Te belefejed. Rá is van írva, hogy jó ajtó. Bravo! És azt sem passzunk. Egyiket sem letátszol. Akkor Eftárs, magának megmond enged, hogy bármivel szétüsse az ajtót. Gyerünk, Eftárs! Gyerünk, Eftárs! Jaj, szegény! Sajnos nem megy, Eftársak! Látsz, mekkora volt! Ez igen! Látom? Nagyon okos! A beépített KGB-s ügynököt. Szörnyek régió elvtársak, ismerem őket, még az illegalitásból. Természetesen ők nem ugrottak nekem, hát ez közismert tény, hogy ugye nem bántjuk, az elvtársak nem bántják egymást. Legalábbis nem nyilvánosan. Gangsta Zoli! Egy perc! 41 másodperc alatt teljesítette a távolságot! Köszönöm szépen! Tuti jó lett volna, hogyha mi mind a hárman egyszerre berepülünk ott, és a Zolit mi megkínozzuk, és csüngünk rajta, és a hátán, és mindenhol, ahol tudunk, ott akadályozzuk abban, hogy ő tovább haladjon, de azt mondtam, hogy nem bántjuk. Ezt a játékot a Vörös Csigák érték! És a jutalom érte 10 pont! Gratulálunk! Amíg Tünci eltáncol itt önöknek, egyébként az élvezeti érték a maximumon pörög ebben a műsorszámban. Eláruljuk, hogy következik egy folyadékkal és felszerelési tárgyakkal megtűzdelt kis feladat. Mosolyog, jókedve van, mégis vesztésre áll. Nem halljuk, nem veszünk róla tudomást. Semmi, nem. Értem. Alkotunk, nem. Strusz politika, inkább harcolni kéne, nem? Jó. Küzdeni. Jó, úgy. Mert hogy következik, kedves Ferenc, a... B-katalp. Utáns. A játékosok B-katalpat kapnak, amiben futni kell, és csutorát, mely ivásra szolgál. A megtett út végén szénsavas üdítő várja őket. Mindezt kétszer, nehogy valaki szomjas maradjon. A motiváció érdekében időt mérünk, és a gyorsabb csapaté a 10 pont. Következnek a... Győri Balett munkatársai, a... Narancs... Bő! Egerek! Bravo! Megőrülni kész futás! Gyerünk! Ez mi? Ez mi? Ez a kotyogás? Plöty. Az szemé hátba megyek. Megy. Na, eddig nem ment ki, egy se ügyes volt babám. Nézd, hogy issza. Hogy issza, rosszul is lesz. Aztán minden itt. Gyere, meg vagy? Akkor nyomás, vissza, gyerünk! Ez mi ez? Le kell pacsintni, tudjátok, gyerünk! Gyere, Ágica! Másik stílus! Ez egy másik stílus! Ez az, nem ez, de hogy elcsúsz, úgy van, húp! Gyerünk, Ágica, ad ügyesen, gyorsan, lendülettel! Rákóczi Feri nagymamájának az isteni, nagyon finom, nagyon édes, szörpért csupán annyit üzennék, hogy szerintem életem végéig elég volt, de isteni volt. Köszönjük! Mehetsz, Ágica! Megitta! Jó, bocsánat! Megitta! Ne figyeld neki! Ügyes úszó! Mert! Figyelj, neki sárlok! Micsoda technikákat látok! Három különböző technika képviselői barát a versenyben, kérem, hölgyeim és uraim! A legjobb az első ilyen! A első játékos az a pipiskedő kategóriát képviselte, a második az elég helyesen hallgató, kicsit a pingjére visszacapkált. Ügyes vagy! Gyerünk, Szonya! A teljesen figyelten a stressz volt. Jaj!
Érzeg ezt? Szonya saját lábára lépett. Vigyázz, igen, síkos az út. Síkos. Most jön Ticsitó Kiréti. Olyan Ticsitó Kiréti. Pingvin stílus. Ticsitó. Gyerünk, Kati! Gyerünk, ügyesen megcsinálni, be kell hoznunk! Igyad, nem szabad kiköpni! Mit kell behozni? Igyad! Csak ha már nagyon muszáj! Andika, nem szabad kiköpni, büntetőpont lesz érte! Úgyhogy akkor még várj egy picit, még van egy pár csepp! Van egy pár csepp! Vecc! Gyerünk, ügyes vagy! Gyere, pingvin! Szókoljunk Ágicának! Ági, nem fáj! Csak egy kis fogisztőt! Gyere, meg! Várjál, még van egy pici az alján, nem viccelj! Ezt így kérdezem, hogy mehet-e? Van, nyomás! Gyerünk, futás! Futás! Nem lazárunk! Lefittyezz a töltsére, döcsém! Acsi, utolsó játékosunk, Szonya! Gyerünk, Szonya! Gyerünk, húzza bele! Még szállítás! Nem, nem! Lehet? Micsoda technikával fut, láttátok ezt? A futás technikát. Nem, mi van? Megné, nem tud tovább jutni. Szigyed, nyomás vissza, gyerünk! Figyelj felé az utolsó játékos! Nincs már meg! Az ellenfő csapatából hát többen kiköpik. Tehát, hogy Szonyát láttam egyedül, hogy ő lenyeli. Gondolom, letegyem hozzá a szörpöt. Mondanék egy időt. Igen. 3 perc, 25 másodperc. Igen. A narancs bőregerek ideje. Ezúttal is kérjük kedves nézőinket, hogy a Béka talpfutás nevű játékot csak saját felelősségre próbálják ki, és ne utánozzák Kiszel Tündét. Meg nem erősített információink szerint, miután felkérték a művésznőt a műsorunkban való szereplésre, még a bevásárló központokba is Béka talpban ment, Donatellácskával kézen fogva. Reklám! Akik műsorunk folytatásában meg tudják számolni, hányszor esnek, kelnek celebjeink, azoknak exkluzív ajándékkal kedveskedünk. Holnap csak önöknek mosolyognak narancsbőr egereink. Holnap csak az önök kedvéért lesz reklámszünet. Érdemes lesz játszani. Megőrülni, kész, futás! Gyere, Zacsikám! Istenem! Miért nem fúj, ezt hallod? De ne fújd, mert akkor rám jön az egész édes. Nem ízik a rózsa bimbó szörp, drágám, mehetsz közben. Gyere, Győző! Nagyon akarják a pontot a vörös csigát. Nem mondom, hogy hova hitted. Figyelj, elvileg meg. Lehet. Dönti! Csak kecsesen vagy itt. Kecsesen, négy évesen. Gyere már, Dönti, ne tocsorogjál. Nézd azt! Dönti, micsoda gyönyörű elektrikus mozgás látható. Gyere. Töltöm. Jaj! De Tünni, fogjad a töltség, meg rámegy a fejedre. Gyere, kívánc! Mizép! Virus, gyerekek! Utolsó cseppig. Meg van, Tündi! Nyomás, mindegy! Édesem, fussál! De mennyi, fussál, édesem, ne tocsolj! Hát egy ír, sajnos megint a gyengé pontok közé tartozott, mert ezt, ha megszoktuk, ebben nagyon jók lettünk volna, hogyha nincs a követeli zsák. Várj, de megyél vissza! Gyere, Zolikám, gyere! De ne fújjad már, mert akkor én leszek olyan! Akkor indulhatsz el, amikor én indítom. Mondom, hogy én leszek olyan! Maréj! Ezt láttuk, sajnos! Menjél! Ennyi még tőlem sem jött ki!
Gyere, Győző! Fogsz utca áthajtás! Ne! Azt a mindenkit! Ellenséges italpultot akartam eredetileg megsemmisíteni, de ez nem sikerült. Ezért történt kizárólag ez az esés. Jézusom! Nézzek, hogy csinálja tovább az eltárs! Nagyon beverte a fejét. Azt a mindenit, jó vagy egyébként? Na! Még egy vasas. Gyere, Tündi, gyere, húzzál bele, de lépjél nagyobbakat, édesem, gyorsabban! Gyorsabban, 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 úgy van! De hát pedig bírni kell. Pedig a felét kiköpött, Bünci, az így nem... Tündi kell, inni kell, nem kiköpni. Hát, kiköpni, jó van ez, nem ért semmit. Ez semmit nem ért, még a jövőben is tovább. Hussál, most tényleg, hussál! Nem fekszel le, inkább egy kicsit tényleg adalik be. Fiatal, csúrva! Nem így, nem így, kivenél számból, Bünci, csak szólok. Mi az, hogy segítség, kiröldöz? Úgy éreztem magam, mintha mondjuk kenguru lennék, bár ahogy elnéztem a lányokat, például Andi úgy futott, mint a pingvin, ha ez egyáltalán futásnak lehet nevezni. Több sebből vérzett ez a produkció. Akinek érezni lehet, az Max illemén. Igaz, hogy a Győző nagyon szépet esett, viszont Zoli is, Tüdiről nem is beszélve, kiköpték a nagymama szörpjét. Akkor mi legyen? Én azt mondom, hogy egy fél percet akasszunk a nyakukba. Jó. A fél perccel megnövelt időeredmény 3 perc, 33 másodperc. Akkor rohagy meg! Húzda! Rohagy meg! Te is meg a kis haverod is! Három bőregénbe számítsd! A legyik elnöki! Hát a béka talpban való futást nem mindenkinek sikerült tökéletesen végrehajtania. Így az eredmény 151-149 a vörös csigáknak. A legjobb és a legszebb már, hogy látványra az a játék, amit most fogunk játszani, aminek a neve Tojás Quiz. A Tojás Quiz az ész és a gyorsaság játéka. Aki tudja a választ, széttör a fején egy tojást, és ezzel jelzi, hogy mennyire okos. Minden jó válasz egy pontot ér. A játék végén a fejen szétfolyt tojásokból az összpontszám könnyen kiszámítható. Következik a narancsbürgerektől Ágica! A vörös sigáktól pedig Kiszáll Tünde! Jöjjön tehát a bemelegítő kérdés. Hogy hívják Kiszáll Tünde kislányát? Donatella. Mondom, gyerekek, bemelegítő kérdés. Nyugi. Tehát ilyenkor még nem játszunk, ezt csak tudod így. Na, figyeljetek lányok, jön az első kérdés. Magyarázd el Chatelier dinamikus egyensúlyi törvényét, vagy mondd a keresztnevet. Héberül. Ágica? Ágnes. Egy pont. Következik a második kérdés. Gyerekek, nagyon egyszerű. Hol található egy 4 emeletes ház első emelete? Ágica, te jelentél először. Mi van ebben a tojásban? Az első emelete. Ott. 2-0 Tündikén, mi lenne? Megfagytunk? Tegyetek az ízület, én csupa tojás. Tegye le, csupa letette. Tojás. Csupa tojás, vagy 0 pont, az szenzáció. Csöndet, figyelem! Miki Egér, macska volt, vagy kutya? Ágica, egy lehelletnyivel gyorsabb volt. Egér, ez az. 3-0-ra vezetnek a narancsbőregerek, igaz? Bravo, bravo! Bravulos! Jön a negyedik. Ha egy tucat 12, akkor mennyi egy rahedli? Pacs. Na! 12. Ha egy tucat 12, akkor rahedli mennyi értelemszerűen? Ott is jön egy válasz. A rahedli az egy ilyen, hogy mondjam, ilyen általában sokra szokták, hogy hú, egy rahedli tojás van itt előttem. Megvan az első pont! Ezt várja meg! Ezt várja meg! Most értem, mi történt, de fantasztikus! Ágica, ne pisíj a díszletbe, köszönöm szépen!
Itt a következő kérdésünk. A hét melyik napjára esik? Húsvét hétfő. És azt hiszem, szerintem szenzációs így. Mert akarja. Ágica. Várjál, ellenőrzöm. Ez nehéz. Na most húsvét hétfő. Az most hétfő. Megvan négy egy. Ez a négy. Jó! Lányok, jön a hatodik kérdés. Mennyi az idő, ha a nagymutató a 12-esen, a kismutató pedig a 4-esen áll? Feleslegesen, mert hogy Ágica volt az első. Azért nem törtek el a tojások az ő kezében, mert iszonyú kézügyessége van, azt ugye már többször is megfigyelhettük, hogy fantasztikus, ügyesen bánik mindennel. A feje is egy érdekes anyagból lehet. Szerintem 4 óra. Nehezen. És a gyerekek még az oviba. Így. Én is tudtam, csak nem tudtam. 4 óra, pedig tudta. Erősen törcét. Így. Aztán holnapra meg lesz egy ekkora. Dehogy lesz. Mi is itt törtük, és nincs. Na. Na majd most. Figyelem, lányok, jön a hetes. Mit vétettem? Az alábbiak közül melyik volt Shakespeare foglalkozása? Író, olvasó, találkozó. Jaj, Gyurgya volt a legjobb! Író, olvasó, találkozó. Hát olvasó is volt nyilván. És találkozott is néha valakivel, nem? Így van. Vélemény szerint találkozó volt. Hivatásos találkozó. Tehát akkor mi a választ, Tündi? Író, jó, megvan! Majdnem nem sikerült. Ennyi múlott. A 8-as. Hát és frappánsan, mikor jön a 7:30-as busz? Ágica, nagyon jó Válaszolj, Ágica! Nem, nehezen, de nagy részt úgy néz ki, ki tudtam szemelni 7:30-kor. Lehet, hogy nem helyes, ügyes, de 19-an. Ügyes. Én ezt mondtam volna. 6-2 most az állás. A narancs bőregereknek Ágica bámulatosan elhúzott. Íme egy kérdés, amely nagy kérdés, hogy ki fog-e rajtuk. Ha egy feles után duplán látsz, akkor 10 feles után mennyit látsz? Meg micsoda gyorsaság. Ágica! Ugyanúgy duplán látok. Így van, Ágica, nagyon jó. Én meg már egy pár homályosan látok, mert tele a szemem tojással. Igen, de szerencsére itt nem kell látni. Figyelj, jön a 10-es. Mindjárt vége. Garda Bea gondolt egy számra. Ha megháromszorozza, és hozzáadhatod, akkor 30-at kap. Mire gondolt Garda Bea? Na, látod, kiúszta a gyupát nála is, de ő legalább megverheti, de ez miért? Jézus atya volt! Nem bántottam. Megfogadtam, hogy én kedves leszek, aranyos leszek a Tüncivel, ellenfelem, oké. De az, hogy már másodszor ő támad bele, fel se tudom fogni. Megmondaná valaki esetleg, hogy mi a helyes válasz? Ágica? Egy szám. Hogy én elfogadnám. Akkor törjél tojást, édesem. Akkor vegyél onnan. Vegyél az Ágicájéból. Vegyél az Ágicájéból. Megengedik. Mit csinál? Mit történik? Nyolc! Ez az 30! Igen, elfogadjuk. Ezt elbuktam. A narancs bőregerek 7-es pontot szereztek ebben a játékban már, hogy Ágica kiszer, Tündi pedig nagyon hősiesen, nagyon harcosan 3 pontig jutott, de az szép volt. Zoli pedig nem szégyeli magát. Azt mondta, nem adja az arcát ehhez a produkcióhoz. Nem tudom érteni. A következő biztos, hogy fogja, mert hogy országos cimborája következik még hozzá. Varga Győző a vörös sigáktól, a narancsbőr egerektől pedig... Szonya! Figyelem! Mértékegység átváltás!
Hány milliméter? Nulla méter. Győző, nagyon gyors, Győző. Ez sebessége. Nulla. Ez az. Ez az. Ez az. Nulla. Pedig soha nem szárítottam tojást az arcomon, de bizton állíthatom, hogy nagyon érzés. Hát így húzza össze az arcomat, mint valami arcpakolás, amíg megszárad. Lehet, hogy jót tesz a bőrleg, de nem jó érzés. Melyik állatról nevezték el a Kanári-szigeteket? Ez Szonya volt. Kanári. Ez nem jó. Győző? Kutya. Hát felmerül a kérdés, hogy elfogadjuk-e? Én nem fogadnám el. Nem fogadjuk el. Ennyi. A kutya azért lett volna jó, mert hogy fókák. Tehát a fókáról nevezték el. Ez a tengeri kutyát jelent ez. És tengeri kutya ugye a Kanári-szigeten. Nem is arra gondoltam, bevallom őszintén. Ez nem is volt vicces. Ez egy ilyen tényleg. Nehogy törlöd meg az orromat. Tényleg bűveltségi kérdés. Megyünk tovább, figyelj, marad az 1-0. Ha Batman, Amerika kapitány és Kyklopsz egy csapatban harcolnak, és a gonosz Frink professzor megvakítja Amerika kapitányt, hány látó szem marad a szuperhős csapatban? Jó. Na. Hú, ez nagyon beugratós. 4. Elfogadjuk a 4-et egyébként. Azt hittük, hogy 3-at fogsz mondani egyből, de mi a 4-jel próbáltunk becsapni téged. Mert hogy Kyklopsznak igaz, hogy egy szeme van, viszont ebben a felállásban neki volt egy ilyen speciális látószeme. Fogós kérdés. Hány tojást törtélsz itt eddig a játékban? Ez volt most nekem a negyedik, mert előtte ki eltörtem még 2-t egy feladatnál. Igazad van. Igen. 4. Ez volt a negyedik. 4. Nagyon jó. Nézd, ilyen büszke magára. Hát tudom. Ennyi. Akkor most 2-1 az állás. Betűzd le a következő elnök nevét, tehát USA-nak az elnökének a nevére gondoltunk, és ezt kéne nekünk lebetűzni. Na. Tudjuk, hogy ki az elnök? Élhetően igen. Akkor Obamára gondolsz, ugye? Igen, de neki van egy teljes neve, és ezt kell lebetűzni. Barack Obama? Barack Obama? Akkor B-A-R-B-A-R-C-H Obama. Obama! De nincs valahol egy gyenge H, az nem lehet, igaz? Nincs. Nincs. Elfogadjuk. Figyelem, Angliának 6 darab György nevű királya volt már, ha a királyokat lehet darabra számolni. Az utolsót 6. Györgynek hívták. Fantasztikus. Hogy hívták a második? Szonya. Akkor hogy hívták? Hát György. Second George. Második. Second. George the second. Így ahogy mondod. Jó volt. 3-2. 3-2. Jó. 3-2. Figyelj. Ha egy tucat 6 pár, akkor egy pár mennyi? Győző, de szép. Egy pár az 2 darab. Így van. Gyerekek. Ezeket nem lehet átlenni ilyen kérdésekkel engem. Egy ilyen raffinált jártársat. Beugratós. 3-3. Mire valók a ruhafogasok? Győző volt. Ráakasztjuk a ruhát. Már megnézem. Ruhát akasztunk rájuk, jó? 9. kérdés jön. Melyik földrészen található az Egyesült Államok? Amerikában! Minden gyorsabban csinálok! Várjál! Igen? Amerika. Nem? Amerikán, tehát hogy... Észak-Amerika. Észak-Amerika, ez a helyes válasz, ott így van. A pont. 10. kérdés. Ha egy csöpögős csapból percenként 6 csepp csöpög, akkor 2 csapból 9 másodperc alatt hány csepp csöppen? Törd már össze! Tessék! Mi még egyszer a kérdés? Nincs még egyszer a kérdés. Na, Győző? Akkor jöjjön. Győző! 9! 9! Szonya, adok egy lehetőséget. 6. Nagyon jó. Nagyon jó, mert hogy nulla. Ha egy perc alatt 6 csepp, akkor minden 10. másodpercben csöppel a csap, és 9 másodperc alatt nem egy csöppel. Döntő kérdés nincs! 4-4 az állás! Nagyon jó ügyesek voltatok! És Zolikám, most, hogy ennyit kötözködtél, drága szívem! Én kötözködtél, oda! Oda állsz is, megmutathatod. Oda a vörös szigáktól következik Gangsta Zoli és a narancsbőr egerek. Fresh Andy! Hát jöjjön az első kérdésetek. Erre a kérdésre nem meg fogsz válaszolni? Andi? Igen, hogy nem. Mi? Igen, nem. Ez helytelen. Zoli? Mondj valamit. Nem. Erre a kérdésre gyerek, nincs helyes válasz. Illetve az lett volna a helyes válasz, hogy erre a kérdésre nem lehet válaszolni. Láttad a kis kozsót innen? Nem érdekli őket. Jó van. Oké, 0-0. 0-0 az állás, megyünk tovább. Jó, akkor. Melyik országban találták fel a Panama kalapot?
Fogalmam sincs. A taktikám az egyrészt mondom a gyorsaság, mindenre válaszolni, az is, ami nem kérdés. Tehát mind hátha pontot lehet vele szerezni, és gyorsan cselekedni. De ez a helyes nekem válasz. Sincs. De ez a helyes válasz, te ilyen. Fogalmam nincs. Nekem sincs. Igazat mondtam. A helyes válasz Ecuadorban. Ecuador. Ecuador! Ki a túró tudja azt, az egy hülyes. Na figyelj! Hol található az USA legnagyobb narancstermő vidéke? Ezt se tudom. Még nem is voltam. Ja, nem, még nem mutatom? Akkor még ezt magamra tartom. Medellín, Kolumbia. De én voltam a gyorsabb. Ki volt a gyorsabb? Figyelj, már álljál már meg. Figyelek. De te már rosszul válaszoltál, Zoli. Jó édes. Tehát Andinak szól. A. Medellín, Kolumbia. B. Montreal, Kanada. Vagy esetleg C. Florida, USA. Florida USA. Csak egy hagyvesek, a Medellín az Medellín. Csak... Medellín, jó, de bocsánat, de nem értek hozzá. Ne, nem beszélem spanyol. Ja, az is igaz. Az a lényeg, hogy Andika szerezte meg a pontot, te meg várjál a kérdést. Nagyon helyes. Na figyelj, jön a negyedik kérdés. Óriás küzdelemben három kérdés alatt egy pontot szedtetek össze. Nem kell mindent berúgni. Ez igaz, azt is, Andi. Tehát a matematika tárgykörében mozgunk, ha három almád van, akkor hány almával rendelkezel? Matika, nem tört össze! Nem tört össze, ott tört össze! Zoli! Hárommal! Bravo! Pontosan ezt várja a vezetőség! Lefogtattak a fejét! Utoljára egy ember tud ezt megcsinálni, Kardabel! És egy picit hasonlít is már fiatalon! Nem! Kezdett hasonlítani másik versenyzőt. Nem! Azt tudom, hogy van köztetek olyan itt, aki tudni fogja erre a helyes választ. Akkor 5-5. Ja, ja, a győző. Hülye vagy az Ági? Tehát a győző. Egy pontot kérek. Feltettem a kérdést. Ja, ez az volt? Fogy a tojásom. Melyik városban található a berlini fal? Ugyan gyorsaság, hát se lassú vagy, mint a bénatetű. Drága jó vezérigazgató úr, mondhatom? Mondhatja, Zoltán. Berlinben! 2-1, figyelem! Figyelek! Ha egy zsákba összeöntünk 2 zsák burgonyát, meg még 4 zsák burgonyát, akkor hány zsák burgonyánk lesz? Egy zsákba nem fér be ennyi burgonyát. Kussolj el már először, hogy mondják, hogy ki a gyorsan. Azért mondom, hogy Zoli! Egy zsákba nem fér bele ennyi burgonya? Pillanat, ha egy nagyon nagy zsákba összeöntünk 2 zsák burgonyát... Ne változtasd meg a kérdést, mert nem fogadom el! Na, Andi? Mondd még egyszer, létszős, mert már elfelejtettem. Ha rettenetesen nagyon nagy zsákba beleöntünk 2 zsák burgonyát, és aztán még 4 zsák burgonyát, akkor hány zsák burgonyát? 6. Köszönjük a 0 pontokat. Mi? Hát ki? 1 zsák burgonyánk. Beleöntünk 2-t, meg még 4-et. 1 zsák lesz, egy... Azt mondtam, hogy nem fér bele ennyi burgonya. Ez most mit akarsz ezzel mondani, Zoli? Nyilvánvaló, hogy 1 zsák van, hát ez volt a válaszom. De az a nyilvánvaló, hogy hazudsz. Az meg az, hogy rohagy meg. Legalább az Zoli régi jó barátom, úgyhogy ezt kikérem. Figyelj! Mondj pár szót az ókori Babilóniáról, különös tekintettel az építészetre, az irodalomra, a törvényekre és a társadalmi viszonyokra, vagy mondd meg Babics Mihály keresztnevét. Tessék, Andi? Sanyi. Mihály. Nagyon szépen följöttél, 2-2 az állás. Hány kérdés után? 400? Körülbelül. Figyelem! Megközelítőleg hány parancsolatot hozott az embereknek Mózes? Azt nem mondtam! Megközelítőleg hány parancsolatot hozott az embereknek Mózes? Hagyj tovább, miért a szemed elütött szét? Azért, hogy még jobban lógjon rajta. Zoli? Ott van. Zoli, megközelítőleg? Mit? Olyan 10 körül. Bár a 9-et és a 11-et is elfogadtuk volna, mert megközelítőleg kellett mondani. 10 és környéke. Na figyelj! El tudod magyarázni Einstein relativitás elméletét? Magyarázom. Nem! Jó, ez a... Hármas-hármas állásnál az utolsó kérdés jön. Melyik hónapban ünneplik az oroszok az októberi forradalom emlékét? Andi? Októberben. Tehát ők vannak mi vagyunk októberben, ugye? Tehát... Mi?
Nem tudja, hogy miért kérdezed. Zoli, én ezt nem fogadom el. Zoli. Egész évben. Egész évben azt ünnepeljük, azt a csodálatos napot. November 7. Jó. Na, de hogy nincs ki? Ezt nem lehet egy napra leszűkíteni. Én elfogadnám. Én is. Az mire gondoltam? Én is, és nagyon remélem, hogy ők is különben jönnek. Fie, a barátaim, egyébként várjál, bocsánat, ezt most viccnek szántad, vagy tényleg így gondolod? Dári, tudom, hogy nem, tényleg így gondolom, és nem viccelek soha. Nem vagyok az a típus. Na, vicceltem én valaha? Addig, mit szeretném mondani? Nem, hogy válaszolt a kérdésemre, egy pont oda. Nagyon korrekt vagy, köszönöm szépen. Én meg vagyok veled elégedve. Én is elég. A Gergely naptára való átállás miatt november 7-e az a dátum. Ezt mondtam én is. Na, hát akkor... Az egész évben benne van. Akkor az nem október. Az nem. Tehát akkor nincs pont egyik ötöknek sem. Marad a 3-3. Nagyszerű, ez egy csodálat. Köszönöm szépen. Idegében jó az X. Veled játszott meg. Pitbull. Terrier. Pitbull. Terrier. Ferikém, a matek a te asztalod, úgyhogy hogy állnak most a játékosok? Milyen asztalok? A te asztalod. A játékosok viszonylag rosszul állnak nagy mennyiségű tojással a fejükön, de 161 ponttal a vörös csigák állnak! De csak áldogálnának az első helyen, mert első 163 ponttal a Narancs Bőregerek csapata! Holnap lesz mit behozni, önök se felejtsék el, hogy holnap este kiderül, hogy ki Magyarország legőrültebb celebcsapat, a szuperdöntő lesz itt fejjelöntő. Fejjelöntő döntő a szuperdöntőben, elöntjük a döntővel a szuperdöntőben, önöket is, meg önök bennünket a döntővel, amikor is dönt. Nyugi, behem. Mi van? Holnap este találkozunk, csodálatos jó éjszakát mindenkinek. Sajnos a mai nap sem lett hosszabb a műsoridőnk, úgyhogy hiába izzanak a telefonok, hiába csenget a postás panasz levelekkel teli zsákjával a hátán, az ezek megőrültek mára lehúzza a redőnyt. Azonban holnap a minden eldöntő fejjel öntő döntőben megígérjük, ha nézik a műsort, akkor önök közt is kisorsolunk egy láthatatlan kupát. Na viszlát! Kár innen tud, break, csa-csa-csa. Vonuljunk el, jobb át. Break, csa-csa-csa. Ez a csa-csa-csa. Itt hagytam. Ez ilyen Michael Jackson. Ez levonul. Folytasd, tűnik én, folytasd, nyomjad. Van rajta. Mindenki elment. Nem baj.